1998. januárjában még dr. Páva Zsolt polgármester köszöntötte a város televíziójának nézőit. S bár úgy fogalmazott, hogy nehezebb év vár ránk a korábbinál, a jó kívánságok mellett konkrét fejlesztési tervekről is beszámolt. Szeretnénk folytatni, ha nem olyan mértékben, sem olyan ütemben, hogy ezt gondoltuk korábban, a város olyan területein a csatorna és ivóvízhálózat fejlesztését, amint ezt elkezdtük 92-ben, tehát tulajdonképpen egy konstans és egy évente visszatérő fejlesztés és bővülő fejlesztés, hiszen a város egyre nagyobb területeit tudjuk lefedni ezzel a szolgáltatással, ami egy jó dolog. Tehát ebben bővülnek, illetve lesznek újabb beruházásaink. Nagyon szeretném, és ez nem csak az én kívánságom, bár én egyik élharcosa vagyok ennek az igénynek, hogy végre valahára a tavalyra prognosztizált, de különböző okok miatt elmaradt Ágoston téri csomópont a tényleges és végső kialakítása végre valahára megtörténjen. Én nagyon szeretném, hogyha a Jókai téren az az eléggé szerencsétlen és a belvároshoz és arra, ahhoz a városhoz, amelyik pályázik a világörökségre, nem méltó állapot megszűnjék, hogy a főtértől három lépésnyire szinte ne lehessen egyenes aszfalton vagy burkolaton járni. Tehát ezt szeretném, hogyha ez a nagyon intim, nagyon szép ter a városnak meg tudna szépülni. Dr. Páva Zsolt sok más mellett az ipari park látványos fejlesztését, a nemzetközi repülőtér ügyének felgyorsítását, térségünk megközelíthetőségének javítását is várta az idei évtől, s remélte, hogy a költségvetés egyensúlya az év végére sem borul fel. S hogy mindebből mi valósult meg, lássuk szépen sorban. Íme az idei év mérlege. A pécsi képviselőtestület 43 rendeletet alkotott és 715 határozatot hozott 1998-ban. Átélt két választási kampányt, lezárt egy 4 éves ciklust, és összre felállt az új képviselőtestület is, új polgármesterrel és új jegyzővel. De kezdjük az elején. Bár az évelei menetrendszerű áremelésekről még az óévben, 97-ben döntöttek a képviselők, és az évelején már nem születtek ilyen népszerűtlen rendeletek, a tömegközlekedési viteldíjak körül nem volt minden tiszta. A buszjegy áremelés kapcsán január elején még arról számolhattunk be, hogy Pécset nem utazhatnak ingyenesen a 65 éven felüliek, mert az önkormányzat nem tudott megegyezni az illetékes minisztériummal. Ez a kedvezmény Pécset a számításaink szerint mintegy 6-6,5 ezer utast jelent havi szinten. A tárgyalásokról annyit tudok pillanatnyilag mondani, hogy az önkormányzat és a közlekedési hírközlés és vízügyi minisztérium között folyik egy tárgyalás a kompenzációt illetően. Az én megítélésem szerint időkérdése és valamilyen formában valószínűleg tartom, hogy Pécset is ingyen fognak utazni 65 év felettiek. Így is történt. Miközben más vidéki nagyvárosokhoz hasonlóan Pécs is folytatta a tárgyalásokat a pénzügyminisztériummal, már az évnyitó közgyűlésen is megoldást találtak az átmeneti időszakra. De a január 29-i testületi ülésen már bizonyossá vált, hogy ingyenesen utazhatnak Pécsett a 65 év feletti nyugdíjasok. Sőt, a bérletért sem kell sorban állniuk, elég a személyi igazolványt felmutatniuk. Január közepén fontos szerződés aláírására került sor Budapesten, mely az ipari park és a város gazdasági életében mérföldkőnek számít. Ma 28 ipari park van Magyarországon, a pécsi tavaly nyerte el a címet. Úgy tűnik, finnországi vállalkozók számára különösen vonzó lett városunk. Miért éppen Pécsre esett a választás, mennyiben befolyásolta ezt a döntést, hogy a pécsi ipari park területén már több finn cég is képviselteti magát, köztük a Nokia. Tehát sijoittumisen Pécsin on vaikuttanut oikeastaan 4 eri seikkaa. Döntésünket három tényező befolyásolta. Elsősorban az, hogy korábbi üzleti partnereink is megtelepedtek itt az ipari park területén. Megfelelőnek találták a környezet infrastruktúráját. A várostól kedvezményeket kaptunk, ezért döntöttünk úgy, hogy mindez együttesen számunkra annyira kedvező, hogy szeretnénk ezen a területen egy nagyobb befektetést létrehozni. A cég 3 év adómentességet kapott a várostól, és a tervek szerint a 4. és az 5. itt töltött évre is kedvezményeket kapnak. A városnak megéri, hiszen ez a cég egymaga képes akár 2%-kal csökkenteni a munkanélküliséget Pécsett. A város reméli, hogy lesznek követői is. Nem olyan régen a Nokia betelepedett a városba, és akkor többen úgy gondoltuk, és úgy tűnik jól gondoltuk, hogy végre egy világcég,
és ez a város hírét elviszi, és ha jó hírét tudja elvinni, abból mi csak profitálhatunk. Hát hál' Istennek ez történt. Az Ecotec egy beszállító cég, tehát önállóan a nevét nem nagyon ismerik, gondolom csak a szakmában, de nagyon nagy, ez bizonyíték arra, hogy ugye a magyarországi gyárát Pécsen fölépítve 2000 embert akar mondjuk másfél év múlva foglalkoztatni. De gyára van, azt hiszem Lettországban, Finnországban, Mexikóban, Kínában szándékozik építeni. Az is sokat számított tehát, hogy a finn partner már találta a hazájából érkező beruházókat. De az sem mindegy, hogy milyen a város légköre. Olen vierailut Pécsissä useita kertoja. Több alkalommal tettem látogatást a városban, és nagyon kellemes benyomásaim vannak. Maga a város nagyon szép, kellemesek az emberek, és gyakorlatilag a munkánk során is nagyon kellemes tapasztalatokat szereztünk. A városi hatóságok, a város vezetői nagy mértékben segítették munkánkat, és én úgy gondolom, hogy ez az együttműködés valószínűleg nagyon meleg, és nagyon közeli, szinte baráti lesz a közeljövőben. A finnek hosszú távra tervezik a pécsi kapcsolatot. Ensimmäinen rakennusvaihe, jonka toteutamme tänä vuonna, mahdollistaa noin 1000 ihmisen. Az építkezési munkák márciusban kezdődnek majd, ősszel befejeződnek, és ekkor indulna be első szakaszban a foglalkoztatás. Ez annyit jelent, hogy ebben az évben körülbelül 400 főt kívánunk foglalkoztatni, erről a helyi munkaügyi központtal, illetve a továbbképző központtal történt már megállapodás, ezt követően jövőre körülbelül 1000 fő foglalkoztatását tervezzük. Hát ez természetesen majd a piaci igények befolyásolják, de ezek a terveink. Az ipari park koncepció bevezetésével éppen ez volt a kormányzati cél. Az Ecotec Európa legnagyobb telekommunikációs beszállítója, és hát ebből is érezhető, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű beruházás. Ez a magyar kormány beszállítói célprogramjában is egy nagyon fontos helyet foglal el, hiszen a modernizációs program ugye azt mondja, hogy a magyar gazdaságnak, a globalizáló világgazdasághoz egyre jobban kell kapcsolódni, és ezt a célt szolgálja. Ez a beszállítói program is. Én úgy hiszem, hogy a másik nagy jelentősége ennek, hogy az ipari parkba települ meg, az ipari park program szintén egy olyan kormányprogram, amely mostanra már beérik. Látszik, hogy igen, nagyon fontos az a környezet, amely az ipari parkban megtalálható a multicégek számára is. Oda könnyebben, hamarabb mennek el, tehát Pécset megvalósult ipari park ilyen tekintetben nagyon jelentős. A beruházást a környezetvédelmi szaktárca is támogatandónak ítélte. Fontos az, hogy tiszta technológiákkal jelenjen meg, munkahelyet tudjon biztosítani, és kicsit az az érzésem, hogy ez jó felhajtóerő is ahhoz, hogy a további területfejlesztési elképzeléseink megvalósuljanak, nevezetesen Baranya megközelíthetősége, ezen kívül mondjuk olyan környezetvédelmi ipar megteremtése, ami a jövő szempontjából jelentős azoknak a kiváltására, ami munkaerő felszabadult, akár az uránbánya, akár a mecseki szénbányászatnál. A szerződést a cég, a város és az ipari park részvénytársaság január 15-én írta alá. Ha minden a tervek szerint halad, 10 hónap múlva több száz pécsi polgár talál majd munkát a finn érdekeltségű gyárban. A két januári közgyűlésen több hosszú távú koncepciót fogadtak el a városatyák. Így Pécsváros építészeti, értékvédelmi és műemléki, turizmusfejlesztési, valamint víz- és csatornafejlesztési programját. Ez utóbbit 2006-ig terjedő időszakra, és több százmilliós költségvetési forrást feltételezve. A program célja tulajdonképpen, hogy közműfejlesztés vonatkozásába tiszta képet alkossunk a város lehetőségeiről, szükségleteiről, és egy kicsit hosszabb távra előrevetítve ismerjük meg a problémákat, és tegyük meg a szükséges intézkedéseket, ezzel egy mankót adva a város vezetésnek és a költségvetés készítésnek. Lehet látni előre tulajdonképpen a tennivalókat és hát a városnak a terheit. Azt tudni kell, hogy Pécset 91 óta, meg kell mondjam, hogy talán erőn felül is folynak nagyon látványos közműberuházások a vezetékes infrastruktúrát tekintve. A látványosságot arra mondom, hogy az, aki nyilván ott él, az érzékeli a maga bőrén, azonban meg kell mondjam, hogy milliárdokat fektettünk szó szerint a föld alá,
ezekben az években, de a város nagy közönség előtt ez eléggé kevéssé közismert tény, őszintén meg kell mondjam. Nem is lett volna ezzel baj, és nincs is baj ezzel, jó, hogy így történt, mert Pécs ezzel a magyar nagyvárosok között egyik legkommunálisabban, leginkább ellátott városok közé került, amit, hogyha veszünk, akkor egy nagyon büszke és egy nagyon tényleg egy komoly dolog, és úgy érzem, minden pécsiére joggal lett büszke. Azonban én úgy gondolom, hogy a lehetőségeinket is figyelembe kell venni, amikor a következő évek tervezéseit eldöntjük. És ezek a szükségletek úgy érzem, hogy most nagyobbak, vagy ezek az igények nagyobbak, mint amit a lehetőségeink el tudnak jelen esetben viselni. A több száz millió forintos beruházásokhoz központi pályázatokon nyerhet el pénzeket a város. Ehhez azonban saját forrást is biztosítani kell, ami a következő évekre jelentősen megterheli a város költségvetését. 1998-ban 135 millió forint, 99-ben 545 millió forint, 2000-ben pedig 267 millió forint lenne szükséges a beruházásokhoz. A programot elfogadta a testület azzal a kitétellel, hogy a pályázatok elnyerése esetén a meglévő pénzeszközök függvényében kezdődhet meg a fejlesztés. A programból idén sok minden megvalósult, például a Bálicsi út csatornázása is. De a múlt évről áthúzódó probléma, a Szabolcsi csatornázás kérdése, az év végére is probléma maradt. A város egy nagyszabású 2006-ig szóló közművesítési program tervét dolgozta ki. Ennek első lépcsőfokaként 1996-tól 98-ig 860 millió forintot költenek közművesítésre, a folytatásban pedig 1999-től 2000-ig 1500 ingatlant érintve mintegy 1,5 milliárd forintot. A szabolcsfalusiak azonban a jó hírek ellenére sem elégedettek, ugyanis közművesítésük már évek óta húzódik. Szerintük már 1997-ben megvalósítható lett volna a beruházás, ha hasonlóan a Mecsekoldalihoz a Pécs-Szabolcsi területet is ütemtervekre bontották volna, illetve ha a két terület közművesítését együtt pályáztatták volna meg. Mivel hogy a Mecsekoldali részt külön pályáztatták, azt a részt megnyerték, tehát így munkával el voltak látva több évre, így nagyobb összeget szabtak meg ennek a területnek a kivitelezésére, és sajnos ezt a város költségvetése nem bírt el. Ezt a területre, tehát a vízügyi alaptól a céltámogatást és a környezetvédelmi alap támogatásokat megkapta a város, de mivel hogy saját maga nem tudta fedezni azt a költséget, ami még kellett volna a másik 50%-hoz, ami a lakosságéval került volna kiegyenlítésre, így ez elmaradt. A városfejlesztési iroda mindezt másképp látja. Sajnos nagyon az év végére csúszott ez a kezdési lehetőség, és akkor egy olyan helyzetbe került ez az ügy, a program, hogy olyan magas kivitelezői ajánlatok jöttek, amit végül sajnos az őrész miatt a város nem tudott felvállalni. Vitatkoznak amiatt is, hogy az önkormányzat nem tudta elnyerni a céltámogatást, így a környezetvédelmi és a vízügyi alap hiába segített volna, az előbbi összeg nem volt biztosítva. Sajnos a továbbiakban is olyan problémák vannak, hogy megint tehát tervmódosításokat hajtottak végre, megint elkéstek az újrapályáztatással a céltámogatást, mivel befogadó még nem épült meg, így nem tudták megtenni, tehát a céltámogatást elutasították. Következik a 98-as év, amikor sajnos a pályázatunk nem nyert, és ezzel hiúsult meg a kezdési lehetőség, és ami még ezzel szorosan összefügg, egy műszaki körülmény, hogy át kellett tervezni a szabolcsi szennyvízügyet. Tudnélik, a hatos úton lévő főgyűjtő, mint kiderült, annyira túlterhelt, hogy nem lett volna kívánatos erre való rákötés. Ekkor jött az ipari park felfutásával egy időben az az elgondolás, hogy az ottani gerincvezetékre csatlakoztassák a település szennyvízét. A falu lakói szerint a beruházást már akkor is el kellett volna kezdeni, mivel a csatlakozás mindenképpen érinteni a keleti csatornarendszert, és utólag is rá lehetne csatlakozni az ipari park vezetékére. Nagyon sok probléma volt az önkormányzaton belül is, de erről azért nem szeretnék beszélni, mert hát itt bizonyítani kell különböző
dolgokat. Nyugodtan kijelenthetem, hogy szóval nem azon múlott, hogy itt bármiféle adminisztratív mulasztás lett volna, hanem végül is a központi támogatási ügyek, valamint pedig ez a evidencia, ami szerint hát ugye egy jobb műszaki megoldással kell ezt a témát megoldani, ez az a körülmény, ami miatt végül is ez a dolog odázódott. Február 26-ai közgyűlésén 15 milliárd 807 millió forint sorsáról döntött Pécsváros közgyűlése. Egésznapos vita után sok módosítással fogadták el a város 98-as költségvetését. A munka sok volt vele, hiszen hónapok óta folyik ennek az előkészítése. Tegnap volt a vita és a szavazás, ami szintén jó pár órát vett igénybe. Ahogy a régi vicc mondja, van egy jó, meg egy rossz hírem, tehát a jó hírem az, hogy végre van költségvetés a városnak. A rossz hír pedig az, hogy a költségvetés eléggé legatyásodott, szegényes költségvetés. Nem sok úr a biztat, én magam alapvetően optimista természetű ember vagyok, de most ezt az ügyet eléggé sötéten látom, megmondom őszintén. Megbeszéltünk, hogy nem mondunk számokat, egyet azért mondjunk, 15 milliárd 807 millió forintot kellett elosztani az önmel intézményekre. Melyek voltak a sarkalatos kérdések? Számomra, mint polgármesternek nem az volt a fontos ebben a költségvetésben, hogy X vagy Y helyre mennyi pénz jut, ami fontos persze nyilván adott terület szempontjából, hanem az volt a fontos számomra, hogy ez volt az az év, az utolsó év, ha szabad így mondani, amikor a költségvetés egészét tekintve lett volna mód arra, hogy megállítsuk azt a romló tendenciát, ami most már 94 vége óta jellemzi az önkormányzat költségvetési gazdálkodását. És éppen ezért én próbáltam felülemelkedni eme vitákból, hogy most ki melyik szektor javára vagy szektortól kíván elvonni vagy odaadni pénzeket. A város idén a teljes költségvetési összeg 12,2%-át, csak nem 2 milliárd forintot fordított a rászorultak megsegítésére. Rászorultnak az tekinthető, aki valamilyen oknál fogva nem rendelkezik olyan, például anyagi feltétellel, ami a megélhetését biztosítani tudná. A legnehezebb helyzetben levőkön közvetlenül a családsegítő intézetek próbálnak segíteni. Mi dolgunk az, hogy a családokat egyben tartsuk, hogy ne engedjük azt, hogy pusztán szociális anyagi rászorultság az emberi kapcsolatokat is, amire tudjuk tapasztalatból is, hogy nagy esély van, elrombolja, visszafordíthatatlanná tegyen olyan folyamatokat, hogy egy házasságnak vége legyen, hogy a gyerek kikeveredjen a családból, hogy a több generáció együttélésére ne legyen mód. Véleményük szerint ebben a tevékenységben eddig a város nem nyújtott kellő segítséget. Szerintük van egy szinte feloldhatatlannak tűnő ellentmondás segítő és hatósági tevékenység között. Az önkormányzat illetékesei azt ígérik, ez évben komoly változások várhatók. Két-három pontot nagyon nyugodtan meghatározhatunk. Az egyik az, hogy a szociális ellátó intézményrendszer biztonságos működése garantálható 98 évben. Nagyon úgy tűnik, hogy a segélyezésre szánt összegek úgy szintén fedezni fogják az idei év várható kiadásait. És hát van egy nagyon fontos költségvetési tétel, ami az előbb már említett családsegítő szolgálatok fejlesztését, illetve a gyermekjóléti szolgálatok kiépítését fogja fedezni. Az 1997. novemberében hatályba lépett gyermekvédelmi törvény az önkormányzatok kötelező feladatává tette a gyermekjóléti szolgálatok létrehozását és működtetését. A testület márciusban döntött a hálózat fejlesztéséről, és az év végére már elmondhatjuk, hogy a rendszer működik. Március elején örömteli bejelentéssel lepte meg a város lakóit dr. Páva Zsolt. Az UNESCO 1996-ban alapította meg a Városok Békedíját, amelyet idén első ízben osztottak ki. Európában Pécs nyerte el ezt a kitüntető címet, megelőzve Rómát, Genfet és Budapestet is. A 17 európai város pályázatának értékelésénél Pécs sok mindenben kiemelkedett. Dr. Páva Zsolt szerint ez valamennyi pécsi polgár közös érdeme, és benne van az egész város. Nehéz bármit is kiemelni. A város példaértékű módon látta azt a teljesen normális és eminens feladatát, amikor a menekülteket be kellett fogadni ebbe a városba. És akár tranzitvárosként, akár átmeneti szállásként használták ezt a lehetőséget. Mindenki megkapta azt a humán bánásmódot, amit ilyenkor illik adni. A másik elem ennek nem kevésbé fontos természetesen pedig az, hogy ebben a városban nagyon régóta élnek úgy a nemzetiség együtt, hogy amikor tőlünk kilométerekre, vagy nem nagy távolságra tényleg egymást gyilkolják azért az emberek, mert bizonyos ügyeket másként látva, vagy más nyelvet beszélnek, akkor nálunk ez fel sem merül.
Példa erre a világ egyetlen cigány anyanyelvű oktatási intézménye, a Gandhi Gimnázium, a kétnyelvű német iskola centrum, a Horvátországon kívüli egyetlen horvát színház, és büszkék lehetünk a példás külkapcsolatokra, testvérvárosi nyitottságra. Az UNESCO békedíjatsa belejáró 25 ezer dollárt március 31-én a stockholmi városházán veszi át Pécs polgármestere, valamint Afrika, az arab államok, Ázsia és a csendes-óceáni államok és a karibi térség győztes városainak első emberei. Stockholm idén a világ kulturális fővárosa, és a svédek igyekeznek is mindent elkövetni azért, hogy a világ figyelme rájuk összpontosuljon. A stockholmiak gyakran érzik úgy, hogy ők egy picit messze vannak, hogy rájuk nem figyel eléggé a világ, hogy inkább messze északi, kicsit egzotikus városként gondolnak rájuk, hogy nincsenek eléggé bent a kulturális vérkeringésbe. Stockholm mindig is kereskedőváros volt leginkább, és azért települt a Mellártó és a Balti-tenger találkozásához, mert itt tették hajókra az északon bányászott vasat, és ide érkezett elsősorban Németországból az európai kézmű és élelmiszeripar számtalan terméke. Stockholm az utóbbi 100 évben vált azzá, ami gazdag, fejlett és kényelmes nagyvárossá. Most, hogy városuk kulturális fővárossá lett, a polgárok arra a gondolatra helyezik a hangsúlyt, hogy a kultúra a fejlődés és a béke legfontosabb eszköze és záloga. Ez volt a témája annak a konferenciának is, amelyet a hét elején tartottak, és amelyre a világ minden országából hívtak kultúra közeli politikusokat a Népek Házának nevezett konferencia központba. Arra szeretnénk figyelni, mondta a rendezvényt megnyitó egykori ENSZ főtitkár Perez de Cuellar, hogy tudatosítsuk, a kultúrák egyenlőek. A sokszínűség, az egyenlőség tisztelete, a kultúrák változatossága és különbözősége meg annyi olyan téma, amelynek jelen kell lennie a tudományban épp úgy, mint az oktatásban, vagy éppen a mindennapjainkban. Ugyanez a gondolat, az, hogy a kultúrához mindenkinek joga van, és oda kell figyelni arra, hogy mindenkihez el is jusson, volt az elve annak a pályázatnak, amelyet az ENSZ oktatási, tudományos és kulturális szervezete az UNESCO írt ki a világvárosai számára. Meglepően sok pályázat érkezett, mondta a szervezet főtitkára Frederik Major. Sokan látták lehetőségét annak, hogy ismertté tegyék városukat az UNESCO segítségével. Afrikában például Harare, Zimbabwe fővárosa nyerte a díjat. A polgármester szerint alapvetően azért, mert az ő ajtaja mindig nyitva van, és bármikor bemehet bárki hozzá. Polgármesterségem első szakaszában megpróbáltuk felmérni a hátrányos helyzetű emberek lehetőségeit, életkörülményeit a városban. Ebbe más városok vezetőit is bevontuk. Az utcagyerekekkel kezdtük, ők a nagyon szegény közösségek gyerekei. Többeknek megtaláltuk a szüleit, sokakat sikerült iskolába küldenünk, kifizettük az iskoláztatást, ruhát vettünk nekik, egyenruhát. Állást adtunk az elesetteknek, munkanélkülieknek, szövetkezeteket hoztunk létre erre a célra. Olyan munkákra gondolok, mint például a fűnyírás, az utcák rendben tartása. Arra ösztönöztük a város lakosságát, hogy nyitottak legyenek más kultúrákra, hogy hozzájáruljanak a térség békéjéhez. A legtöbb dolgot azonban azért tettük, hogy felszámoljuk a szegénységet a városban. Ázsiában és Óceániában egy egészen fiatal, 30 éves város nyerte a békedíjat a Fülöp-szigetekről. Itt is a nyomor felszámolása volt a főszempont, no meg a sok kultúra együttélése. My city is a microcosm. Az én városom tulajdonképpen egy külön világ. Rengeteg ember, rengeteg világ és rengeteg nemzetiség és törzs tagjai élnek benne. Körülbelül 250 ezer lehet a lakosok száma, és 90%-uk az ország távoli részeiből érkezett ide. Mi azonban nem azt nézzük, hogy ki honnan jött. Mi azt tartjuk magunkról, hogy Fülöp-szigetiek vagyunk, és kész. Azt gondolom, hogy ez az egység az oka annak, hogy mi ennyire sikeresek vagyunk. Az UNESCO békedíjat Európában Pécs nyerte. Rá is fér az ismertség a városra, mondták a Stockholmban élő egykori pécsi művészek, hiszen egyre kevesebb alkalom van arra, hogy ismertek legyünk a határokon túl is. Maros Miklós zeneszerző úgy látja, kellenek és jól jönnek azok az alkalmak, amikor ismerté válhatunk. 1998-at írunk ebbe az évbe, és gyakorlatilag Európában egyre inkább gazdasági helyzet vagy egyéb okok miatt nagyon keveset foglalkoznak azokkal a kulturális értékekkel, amit nem a saját értékük. Ugye? Tehát gondolok én olyan okokra, hogy ezelőtt 20 évvel sokkal könnyebb volt egy rádiófölvételt csinálni, mondjuk
magyar zenei anyaggal. Sokkal könnyebb volt ilyenfajta nemzeti alkalmakat akár ünnepelni, akár bemutatni francia zenét, német zenét, és így tovább. Jelen pillanatban ez inkább egy kicsit nehéz, mert egyrészt az a fajta ilyen csereakció, ami annak idején mégiscsak jobban működött, ez most valami miatt leállt. Nem tudom, hogy ennek anyagi oka van, vagy pedig egész egyszerűen mindenki a saját problémáival van inkább elfoglalva. Szelényi Lajos a 70-es évek híres képzőművészeti csoportjának, a Pécsi Körnek volt tagja. Akkor sokfele voltak ismertek a pécsi művészek, ma egyre kevésbé. Nincsen meg pontosan az, ami kellene, az informális kapcsolat és az informális kapcsolathoz szükséges normális egyéni eszközvilág, ami kellene, ami sokkal inkább működő lehetne akkor, hogy az embereknek megfelelő szabadságuk, pénzük. Jó, most már szabadság van, ki lehet menni, ha az embernek van pénze, elvileg minden lehetséges. De az, hogy például az ember svéd csoport csináljon, teljesen független mindenféle hivataloktól, miniszterektől, kultúrbürokratáktól, csinálni egy kiállítást, mondjuk Pécsen. Ez nem megy. Pécs számára alapvetően kapcsolatteremtési, megmutatkozási lehetőséget jelent a díj. A stockholmi városházán a kék teremben adták át, ugyanott, ahol minden évben a Nobel-díjasokat is fogadják. A békedíjat Pécs polgármestere vette át. Dr. Páva Zsolt is a nyitást, az új lehetőségeket látja a legfontosabbnak. Én azt véltem ebből az indoklásból, hiszen nagyon rövid indoklást kaptunk, csak kész ezt pár sorosat kiolvasni, hogy Pécs elsősorban menekültek kezelése, fogadása, ellátása terén nyújtott nagyon humánus és nagyon emberi magatartásért kapta ezt a díjat, de ezt úgy gondolom ki kell egészíteni a kisebbségi politikánkkal, amit Pécset úgy gondolom sikeresen folytatunk, és azokkal a szerencsés projektekkel, amik a városban folynak, a szociális ellátás és a belvárosi rehabilitáció, illetőleg a világörökség érdekében folytatott ügyek tekintetében. Stockholm most a világkulturális főváros ebben az évben. A rövid itt léte alatt a tapasztalatai mit mutatnak? Tudnak-e valamit rólunk, vagy egyáltalán érdekli-e az itt levő konferencia résztvevőit azt, hogy mi van velünk Pécsen? Talán az, hogy Pécset mi folyik, azt nem tudják, hiszen itt országok mutatkoznak meg, és talán régiók, de ennél lejjebb nem mennek. Tehát a hagyományos, város ismereteken túl, tehát a fővárosokén, illetve a nagyobb ismert városokén túl, itt ezzel újszerű információkat nem nyernek. Tulajdonképpen azzal, hogy Pécs ezt a díjat elnyerte, ezzel tudunk betörni talán. Az európai zsűri tagja volt az egykori izlandi elnök Vigdís Finnbogadóttir, aki szerint a pécsi pályázat messze a legjobb volt. Különösen a Pécsi Gandhi Gimnázium keltette fel a figyelmét. Az a fontos, hogy azok a városok, amelyek megkapták a békedíjat, példát tudjanak mutatni, hogy kövessék őket, hogy amit tesznek, az minta lehessen. Biztos vagyok abban, hogy más városok is követni tudják és akarják őket. Fogadják bókjaimat az önök városa számára, amelynek kiemelkedően jó volt a pályázata. Bizonyította például azt, hogy vezetői segítették és bátorították a kultúrák közötti párbeszédet. Nagyon sokat segítettek például Boszniának, különösen a menekülteknek. És az is nagyon-nagyon felkeltette a figyelmemet, tulajdonképpen meghatott, ahogy önök a cigány problémára koncentráltak. Március 31-én tehát átadták az UNESCO békedíjat. Pécsvárosa 5 volt Stockholmban, a városházán, a kék teremben, és azon a napon legalábbis a figyelem középpontjában volt. A közgyűlés idén két témában tartott közmeghallgatást. A városban működő számos civil szervezet és az önkormányzat közötti együttműködés lehetőségeiről szólt a március 5-i, és a város közbiztonságának problémáit vetette fel a március 12-i közmeghallgatás. Márciusban ítéletet hirdetett a megyei bíróság a város és az angol központ közötti perben. Másodfokon jóvá hagyták az elsőfokú ítéletet, tehát az angol központ épületét visszakapta a város. Az angol-amerikai kultúráért létrehozott alapítvány viszont megtarthatta javait, köztük a könyvtárat és a számítógépeket. Ha lesz is valaha angol központ, akkor az nem a Mária utca 9 szám alatt fog működni, az is lehet, hogy nem Pécset. Az alapítvány kuratóriuma nem tántorít az eredeti céltól, attól, hogy angol nyelvű szolgáltatásokat nyújtson.
Nyilvánvaló, hogy ezt valahol tovább kell működtetni, hiszen az igény rendkívül nagy. Most, hogy lassan egy éve a könyvtárunk be van zárva, még nap-nap után érkeznek emberek és kérdezik, hogy mikor nyitjuk meg újra, hogyan fog működni. Ez egy olyan érték, amit nem szabad elzárni vagy elkutyavetyélni, tehát többféle ajánlatunk van, hihetetlen nagy az érdeklődés, meg fogjuk keresni a legjobb helyszínt. Az angol központot éppen 4 évvel ezelőtt nyitotta meg Göncz Árpád államfő. Akkor a város önkormányzata 15 évre adta oda az épületet az alapítványnak, a szerződést 96 novemberében felbontotta. Bár az ügyészségi vizsgálat és az APEC nem talált kivetnivalót a működtetésben, a város önkormányzata megvonta bizalmát az alapítványtól. Most az egyetemmel közösen terveznek európai tanulmányokkal foglalkozó központot létrehozni az épületben. A viszálytól függetlenül egy bővülő programtervvel kezdtek foglalkozni a szakértők, és ennek nagyjából és körülbelül, ezt bizonytalanul mondom, egy Európa központ vagy egy Európa ház elnevezésű intézmény lenne az eredménye. Nem csak az egyetemre, mindenkire számít majd az új Európa központ, mondta az alpolgármester. A március 26-ai közgyűlés az áremelésekről szóló döntések napja volt. A képviselők elfogadták a szennyvízszállítás díjának, a gyermekétkeztetések árának emelését. A víz- és csatornadíjak emelése viszont csak másodszori nekifutásra. Áprilisban kapta meg a minősített többséget. A vita elsősorban a kétszintű díjrendszer körül forgott. A vállalkozók és a kamara sérelmezték, hogy a nem lakossági fogyasztóknak jóval többet kell fizetniük a szolgáltatásért. A díjemelést tehát elfogadta a testület, de határozatban rögzítették azt is, hogy a különbséget fokozatosan csökkenteni fogják. Március végére megszületett az Ágoston tér és környékének rendezésére vonatkozó építési engedélyezési terv. A városvezetés több mint egy évtizede döntött arról, hogy épüljön egy a belvárost északról elkerülő út az Ágoston téren keresztül. Miközben 10 év óta errefelé a járművek cikcakban, kátyukon bukdácsolva közlekednek, a megvalósításra több terv is készült. A bontások is megkezdődtek. Törmelékben, szemétben nincs is hiány. A tervezett nyomvonalon az Ágoston téri templom mellett egy középkori templom romjaira is bukkantak. A műemlékvédelmi előírások miatt az út nyomvonalának tervén változtatni kellett. Végül is az úgynevezett D-variáns vagy D-változat az, ami megvalósításra most terve van véve. Ez azt jelenti, hogy majdnem a jellegi nyomvonalon, templom és az iskola között megy majd az út. Mostanra elkészült az építési engedélyezési terv is. A hamarosan elkészülő kivitelezési rajzok után megkezdődhet a munka. A több mint 100 millió forintos beruházáshoz a városi költségvetésben idén közel 85 millió forint áll rendelkezésre. Én nagyon szeretném azt, hogyha a területet előkészítenénk és a két ingatlan kisajátítása megtörténne. A gáz áthelyezése, a trafó áthelyezése mindenképpen meg kell, hogy történjen. Mindenképpen el kell kezdődjenek a közműépítések, valamint pedig az útépítés is meg kell, hogy kezdődjön ebbe az évbe. Ha minden a tervek szerint halad, még ebben az évezredben az új úton közlekedhetünk. Az év végére a munkálatok odáig jutottak, hogy lebontásra kerültek a téren található épületek is. Nem csak a városon belüli úthálózat fejlesztése, hanem Pécs megközelíthetősége is folyamatosan napirenden volt 1998-ban. Évtizedek óta küzd Pécsvárosa azzal a problémával, hogy nincs megfelelő közút, amely bekötné őt az ország vérkeringésébe. Most úgy tűnik, születőfélben van egy megoldás, ezszerint a 6-os utat fogják gyorsforgalmi úttá alakítani. Évek óta két elképzelés vitatkozik egymással útügyben. A baranyai, somogyi és tolnai területfejlesztési tanácsok és gazdasági kamarák a dunántúli autópályát támogatnák, amely az M7-es autópályába torkolna, így egyszerre biztosítana utat Pécs számára Budapest és Nyugat-Európa fele. A közlekedési minisztérium viszont a 6-os út bővítését tervezi. A tárca vezetője szerint a kocka már el van vetve. Hát szinte nem is kérdés, hogy melyik életképes, hiszen azt kell mondanom, hogy az egyik egy európai folyosó, a másik pedig egy magánkezdeményezés. Tehát ilyen szempontból a kettő nem is vethető össze. A 6-os út mentén, illetve aztán Dél-Magyarországon egy kicsit a 6-os úttól eltérő nyomvonalon menő folyosó, ez ugye gyakorlatilag a Budapest-Szarajevo-Plócsei elfogadott európai útnak a része, tehát ilyen szempontból egyrészt a megvalósításnak az időpontja, másrészt a finanszírozási része, amelyhez mindig
Európai Uniós hitel, esetleg segély is kapcsolódik, ez teljesen egyértelmű. A szakmai körökben Dutapnak becézett dunántúli autópályát tervező építész szerint az emlegetett ötös számú európai folyosó mindkét úthoz csatlakoztatható. Szerintük a kérdés még korán sem eldöntött. 90 óta mondjuk, hogy Európának szüksége van egy Balti-Adria kapcsolatra, amire úgy gondoljuk, hogy a mi autópályánk is ráilleszthető, amiből Pécs és Baranya is előnyöket kaphat. Milyen nemzeti érdekek fűződnek a Dél-Dunántúlon egy útvonal építéséhez? Nyilván az, hogy az útvonal minél jobban, minél hatékonyabban szolgálja ki a térséget. Ezért fontos, hogy az útvonal a Dél-Dunántúl tengelyébe menjen, fontos, hogy olyan területeket tárjon föl, amelyek eddig nem voltak úttal ellátva, fontos, hogy jól összekösse a Dél-Dunántúl már meglevő forgalmi, gazdasági, közigazgatási, idegenforgalmi központjait, tehát magyarul nagyobb városait, és még egy csomó szempont fontos. Mi úgy gondoljuk, hogy a Dutap, a Dunántúl autópálya azzal, hogy az út a térség tengelyébe vezet, teljes egészében kielégíti ezt az igényt. Pécsnek jobb eljutási lehetőséget biztosít a térség többi részébe. Pécs ennek az útvonalnak a megvalósításával betöltheti a regionális központi szerepkörét, amely hát igen érzékeny a közlekedésre. A minisztérium által tervezett út nem érinti Pécs városát. Valószínűleg Bólyon keresztül lehet majd csatlakozni a pályához. A város polgármestere szerint nem ez a legjobb megoldás, de ennek is nagyon kell örülnünk. Számunkra mind a kettő nagyon kedvező hír, és örülök, hogy erről most már komoly szinten, kormány szinten folynak egyeztetések. A kérdés úgy vetődik fel, hogy Pécs városának melyik a kedvezőbb a kettő közül. Jó, lett mind a kettő nagyon jó, még egyszer hangsúlyozom, akkor ilyen alapon a Dutap egy picit talán jobb lenne, hiszen én úgy gondolom, hogy Pécs városának, ha már lehet választani, nem csak Budapest felé kell nyitni, hanem az ország és az európai régiók más tájai felé is. Tehát én azt gondolom, hogyha a Dunántúl autópálya valósulna meg, az Pécs városa számára egy picit kedvezőbb megoldás jelentene, hiszen akkor egy olyan kiutást tudna biztosítani a nyugati ország határhoz, Észak-Magyarország felé és Budapest felé, amit a hatós útvonala a mostani tervek szerint még nem tud nyújtani. A Baranya megyei önkormányzat és a területfejlesztési tanács korábban több megyével együtt szintén a dunántúli autópályát támogatta. Azonban a megye elnöke is úgy véli, a legfontosabb, hogy valahol legyen már végre út. Baranya megye területfejlesztési koncepciójának legelső és legfontosabb prioritása a megye megközelíthetősége. Most ez jelentheti azt is, hogy több megoldási lehetőség közül számunkra az lenne a legfontosabb, amelyik a legbiztonságosabban és a leghamarabb megoldaná ezt a kérdést. Az eredeti közlekedésfejlesztési koncepcióba, országosba, annak idején, úgy hiszen 93-ban készült, 2030-ra ígérték az autópálya, tehát hatos út autópályával való fejlesztését. A múlt nyári Helsinki Európai Uniós közlekedési miniszterekkel, miniszterek tanácskozásán elfogadták az ötös európai koridort, ami Budapest-Eszék, Szarajevo, majd később Lócse útvonalon a tengerig biztosítaná az összeköttetést. Ekkor vetődött föl súllyal és érdemben a hatos út fejlesztése. A Pécstől Budapestig tartó 192 kilométeres út gyorsforgalmi úttá való alakítása a becslések szerint 2007-ig készülne el. Úgy tűnik, hogy ez a leggyorsabb és a legolcsóbb megoldás, az azonban nem biztos, hogy ez a leghasznosabb is. Az autópálya vagy a gyorsforgalmi út nélkülözhetetlen, de jó lenne egy nemzetközi reptér is. Áprilisban hagyta jóvá a testület azt a szindikátusi szerződést, ami Pécs és Pogány között jött létre a nemzetközi repülőtér megvalósítására. Létrehoztak egy KFT-t is, melynek feladata a repülőtér üzemeltetése, a fejlesztés koordinálása, a pályázati lehetőségek felkutatása. Ennek a repülőtérnek a fejlesztése elsősorban nem a nagyságrendre irányul, hanem a minőségre. És jelen pillanatban is repülőtérként működik az ott működő sportegyesület, végül is együtt él úgymond a faluval most már évtizedek óta. Én azt hiszem, hogy az a megnövekedett légiforgalom, mely esetleg majd a jövőben hasznot is hozhat valaha a falunak, nem fogja zavarni a lakosságot, és mindenképpen előnyére fog várni úgy a térségnek, mint magának a Pogánynak is.
ilyen típusú fejlesztése nem igen van magyar példa. Hát az egyik gondunk valóban az, hogy ahogy mondtam, hogy ugrás az ismeretlenbe, a vidéki repülőtereket úgy, ahogy van, elfelejtették, illetve hát az MHS használt egy darabig, aztán a sportegyesületek, de szeretnénk azt, hogyha a kormányzat, akár a szakminisztérium, akár maga a magyar kormány, légyen az ilyen vagy olyan, fölfigyelne annak a fontosságára, hogy Magyarországon legalább 4 helyen egy regionális repülőtér szükséges. Szükséges azért, mert a fejlődésünk több tekintetben hasonló vagy azonos Nyugat-Európával, és hát ott is a repülőtérsűrűség sokkal nagyobb, tehát ott nem azon a kis országokban sem, hogy egy ország egy repülőtér kell, mindenképpen kell, úgyhogy én bízom benne, hogy Pogányan közösen ezt meg is fogjuk tudni oldani. A repülőtér megvalósulása még arrébb van. A Pécsi Ipari Park viszont gyarapodott. Áprilisban 2 finn cég alapkőletételét ünnepeltük. Itt ezen a helyen, tulajdonképpen a Senki földjén, októberben már 2 gyár is állni fog. Finn beruházók építkeznek Magyarországon, csütörtökön volt az alapkőletétele. Az épülő 2 finn gyár, az Elkotek és az Enstó sok szempontból a legeket fogja képviselni, vagy képviseli már ma. Decemberben, illetve januárban írta alá a város a finnekkel a szerződést. Márciusban megkapták az összes építési engedélyt, ma pedig még az alapkőletétel ideje alatt sem állt meg a munka. Az elektronikus berendezések számára a műanyag alkatrészeket gyártó Enstó és az elektronikával foglalkozó Elkotek alapköveit a cégek és a város, a Kereskedelmi és Iparkamara, a Pécsi Ipari Park és a Munkaügyi Központ vezetői tették le és cementezték be az utókor számára. A beruházás jó ideje az első zöldmezős beruházás a városban. Ez az első zöldmezős beruházás jelentősebb, mondjuk itt, tehát amit egy komoly, nagy foglalkoztatási gondot megoldó üzem lesz. Tehát ennyiben az első, de a második, hogy ez az első zöldmezős beruházás az ipari parkban, tehát ipari parkon belül az első jelentős alapítása a 2 cégé. És harmadikként, azt hiszem, jól emlékszem, azt mondtam, hogy ez a legannyiban Magyarországon belül, hogy ez a város, most Pécs városa, ahol az 1 négyzetméter jutó finn márkák száma legmagasabb. Ugye itt van a Nokia, itt van már most 2 újabb finn cégen, úgyhogy most egy ilyen finn város vagyunk Magyarország tekintetében. A finn beruházók szerint Magyarország földrajzi fekvése miatt vonzza a befektetőket. Európai szempontból Magyarország nagyon jó helyen fekszik. Itt vannak közel a közép-európai nagypiaci partnereink. Ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy nekünk ezekhez a piacokhoz érdemes közel kerülni. A másik meghatározó szempont, ami miatt ide települtünk, az a gazdaságosság volt. Tehát az, hogy minél gazdaságosabban tudjuk a termékeinket előállítani. Új ipari hagyományt akarunk teremteni Magyarországon, mondták a finn üzletemberek. Ehhez a hagyományhoz azonban nem csak gyárakra, hanem jól képzett szakemberekre is szükség van. Az Ipari Park Közhasznú Társaság igazgatója már decemberben az első szerződés megkötésekor tárgyalt arról, hogy a Munkaügyi Központ szervezzen olyan képzéseket, amelyek megfelelnek az új igényeknek. A 2 cég esetében alapvető prioritás volt a munkaerő. Területet, infrastruktúrával ellátott területet, azt hiszem elég sok helyet lehet találni az országban. A munkaerő volt a kulcsa, és ebben volt óriási szerepe a Munkaügyi Központnak, illetve a munkaerő képző központnak, hogy együtt vállalkoztak arra a szerződés alapján, hogy az Elkotek esetében októberre 400 főt a kellő szakmastruktúrában, amely fél év alatt 1000 főre megy föl, az ENSZTO esetében mintegy 100 főt a kellő szakképzettséggel kiállítanak. Bár nagy a különbség Magyarország és Finnország gazdasági környezete között, a finnek szerint aránylag könnyű volt Pécs városával tárgyalni. Magyarországot egy kicsit bürokratikus országnak tartják. A mi tapasztalataink azonban ezt egyáltalán nem igazolták. Nekünk rendkívül pozitív tapasztalataink voltak. Ez idáig az ügyek intézésében gyakorlatilag minden segítséget megkaptunk, és mindent el tudtunk intézni, amire csak szükségünk volt. A most építendő 2 gyár nem csak azért fontos, mert több mint 2000 új munkahelyet teremt, hanem azért is, mert ha sikeres lesz, akkor remélhetőleg egyre többen érdeklődnek majd Pécs iránt. Május 11-én lesz egy finnországi lehetőség Helsinkiben. 3 magyar ipari park tud bemutatkozni, és a Pécsi is ott lesz. Az építők gőzerőkkel dolgoznak és ígérik, októberben itt már termelőgyárak állnak. Ma még nem látható, hogy ez egy utca, de az, és nem véletlenül, Finn utcának hívják.
Áprilisban született meg a város hulladékgazdálkodási koncepciója, mely hosszú távra meghatározza azokat a feladatokat, amelyek elengedhetetlenek a városban évente keletkező több mint 50 ezer tonna hulladék megfelelő gyűjtésére, elhelyezésére, kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozóan. Már ekkor hosszabb vitát váltott ki a szemétszállítási díj megállapításának jelenlegi módja, mely szobaszám alapján állapítja meg a fizetendő díjat. Mint ismeretes, erről az év végére született meg a megoldási javaslat, miután az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította az eddigi gyakorlatot. Az idei év előrelépést jelentett a hulladékgazdálkodási koncepcióban megfogalmazott szelektív gyűjtés terén is. Decemberben megnyílt a Pécsi Hulladékkezelő Központ és a Hulladékudvar. Az áprilisi közgyűlésen a testület köszönettel elfogadta a Tüke Alapítvány felajánlását, mely révén egy újabb szoborral gyarapodott városunk. A Tüke szobor avatására április végén került sor a Citrom utcában, a Postapalotával szemben. Látványos ünnepség keretében tegnap délután avatták fel az úgynevezett Tüke szobrot Pécs egyik legfrekventáltabb sétálóterén a Citrom utcában. A jelentős polgári összefogással felállított díszkút avatásán Matyasovszki Zsolnai Tamás, dr. Páva Zsolt Pécsváros polgármestere és Kerényi János a polgári kör Pécs alelnöke mondott ünnepi köszöntőt. Szobor avatás mindig azt jelenti, hogy az adott város, az adott település azon túl, hogy a napi megélhetés gondjait maga mögött tudja, már tud foglalkozni azzal is, hogy a környezetét szépíti, szobrokkal, emlékművekkel feldíszíti, és jelzi azt, hogy az adott város, az adott település olyan úton van, ahol már ilyen dolgokra is tudja. A Tüke díszkút rendkívül összetett tervezési munkálatait kiváló szakemberek végezték. A szobrot Fürtös György, kerámikus iparművész, a vízgépészetet Abai Nemes István, az építészeti munkákat Dévényi Sándor, a statikát Dulánszki Jenő, az elektromos rendszert Lénárd Gábor tervezte. A szökőkút elemeinek legyártásában jelentős szerepet vállalt a zsolnai porcelángyár, melynek 145 éves fennállásáról, valamint Zsolnai Vilmos, akit a legkiemelkedőbb tükék között tartanak számon, születésének 170. évfordulójáról is megemlékeztek az avató ünnepségen. Ezt nem egy emlékszobornak csináltuk végül is, hanem mindannyiunknak, úgyhogy ez jelenti a múltat is, a jelent is, meg a jövőt is. A kis apró rügyek a megfiatalodását szimbolizálnák a tükének, a tükéről szóló oszlopunk. Fönn a bőséget jelenti a szőlő. Az életet adó forrás az utal a tettyelforrásra, vagy a tortyogói forrásra. Lenn a kavicsok a nagy nyári esőzésekor, ami hordalék lejön a tettyére, az is egy pécsi jelkép. Az oldaldíszítés az pedig a résztvevő és patinás régi pécsi cégeknek a jelvényei, vagy emblémái. Nagyon rövid volt az idő, ez a gondolat tavaly nyáron vetődött fel, és hát amíg ez megszerveződött, hogy alapítvány, kuratórium, kik azok, akik hozzájárulnak, vagy anyagilag, vagy effektív munkával, nagyon sokunknak az összefogásával. Úgyhogy én is szeretném itt most megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Az összefogás eredményeként tehát már áll, és tegnaptól működik a Tüke diszkút. Most már csak arra kell ügyelni, és nem csak a tükéknek, hogy ilyen tiszta és épp maradjon még sokáig, mind a kút, mind a környezete. Az idei évben is erősödtek városunk nemzetközi kapcsolatai. Április végén Pécs városa Krakkóval kötött együttműködési megállapodást. A két város közötti kapcsolat több évtizede létezik, és ápolják is azt a polgárok, mondta városunk alpolgármestere. Pap Béla 1996-os krakkói látogatásán kezdett el tárgyalni a két város közötti kapcsolat szorosabbá tételéről. Ma ez sikerült, mondta József Lászotta, Krakkó polgármestere, aki a két város egyetemei közötti kapcsolatot tartja kiemelkedően fontosnak. A lengyel város polgármestere a hagyományos lengyel-magyar barátságra hivatkozott, arra, hogy a lengyel és a magyar két jó barát, ezt az itt élő lengyelek is így érzik. Én úgy tapasztaltam, hogy ha legjobb lenne, hogyha nem lenne határkettő ország között, mert tényleg valóban nagyon barátságosak a magyarok, ugyanúgy barátságos a lengyelek is, mindig közös nevezőre szoktak jutni, egymást testvériesen soknak szokták fogadni, és nagyon jól érzik egymással. Halina Krávcsun nem csak a lengyel-magyar baráti kör vezetőjeként, hanem a művészeti szakközépiskola tanáraként is régóta szervezi a két ország közötti kapcsolatokat. A két város polgármestere most együttműködési szerződést írt alá.
Ez azt jelenti, hogy Krakkó és Pécs városa elsősorban a kultúra és a várostervezés területén támogatja mindazokat, akik közös elképzeléseiket szeretnék megvalósítani. Idén egy új testvérvárossal is gyarapodott a város. Lyon és Pécs polgármesterei júniusban írták alá a testvérvárosi szerződést. Pécs történelmi múltja, tradíciói európai rangot jelent. Lyon a franciák szerint országok kulturális fővárosa. A késztetés, hogy a két város összekapcsolódjon, testvérvárosi szövetséget kössön, nem új keletű. Érdekes módon közel két évvel ezelőtt Lyon polgármestere vetette fel először a közös munka lehetőségét, hisz ahogy elmondta, a pécsi és a lyoni egyetemet, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát és a Francia Város Konzervatóriumát szoros szálak fűzik egymáshoz. S talán az sem elhanyagolható tény, hogy Pécset működik az egyetlen vidéki francia tiszteletbeli konzulátus. Így ünnepélyes külsőségek között létrejött a megállapodás. A két város polgármestere aláírta a testvérvárosi szerződés megkötéséről szóló okiratot, hivatalos formát adva a régi új kapcsolatoknak. Úgy vélem, hogy miután Lyon egy olyan város, amelyiknek a kultúrája Franciaországban a legismertebb, nyugodtan mondhatom, elfogultság nélkül, ezért Pécsnek ezt a lehetőséget, mármint, hogy van egy ilyen partnervárosunk, ki kell használnia, hiszen Lyonban számos színház, több szimfonikus zenekar, több olyan kulturális csoport működik, ami tényleg az országban, mármint Franciaországban híres, sőt azon kívül is. Tehát én úgy vélem, hogy Pécsnek igazából az a jó lehetőség, hogy tud válogatni, hogy melyik fajta esélyt ragadja meg a számos kínálkozó alkalom közül, tehát úgy látom, hogy vannak számos alkalmak, amikre tudunk mi támaszkodni. Raymond Barr, Lyon polgármestere, eredményesnek és fontosnak ítéli az eddig elvégzett munkát. A két város között már eddig is jelentős kapcsolatok voltak. Most ezeken szeretnénk bővíteni az oktatás és a kultúra területén. A Frankofon hét rendezvényein lyoni gimnazisták is részt vesznek, városunk operistái pedig Budapestre és Debrecenbe látogatnak. A Pécsi Kamarakórus lyoni szereplése is jelentős esemény. Ugyanakkor hangsúlyosak a gazdasági kérdések is. A lyoni kereskedelmi és iparkamara a francia kis- és középvállalkozások magyarországi betelepítését segíti elő. Ezen kívül egy közös városfejlesztési programon is dolgozunk, melyben szerepel Pécs vízkivilágításának kérdése is. Egy szóval azt szeretnénk, hogy a szerződés ne csak pusztán formalitást tegyen. És kívánom, hogy Lyon jelentős szerepet játszon Franciaország és a közép-európai országok kapcsolatának javításában. Nehéz, kritikus év van mögöttünk. Sumázta a 97-es év zárszámadását dr. Páva Zsolt polgármester a május 14-i közgyűlésen. Az első negyedév súlyos likviditási gondjai, az oktatási ágazat jelentős átszervezései, a létszámcsökkentések végrehajtása után, a tavalyi pénzmaradvány negatív előjelű, amire az önkormányzat történetében még nem volt példa. A testület arról döntött, hogy a 630 millió forintos hiány megszüntetésére az értékpapírbevételek, kamatok és a privatizációból származó bevétel és belső hitel szolgál majd, így az általános tartalékba 8 millió forint kerülhet. Ezen a testületi ülésen volt szó egy új, nagy teljesítményű környezetbarát erőművi blokk megépítésének tervéről. A 40 milliárd forintos beruházás 2003-2004-ben valósulhat meg, amennyiben a Pécsi Erőmű RT elnyeri a Villamosművek RT által kiírt kapacitás pályázatot. Az új blokk szennyezés kibocsátása jóval kisebb lehet a mostaninál. A fejlesztés egy új kőfejtési bánya nyitásával jár együtt. A Pécsi Hőerőmű RT a város jobb energiaszolgáltatásának biztosítására 2002-ig egy új környezetkímélő fűtési blokkot helyez üzembe. Ennek tüzelőanyag ellátását az újonnan létesítendő nagybányaréti külfejtés szolgáltatja. Az előkészítő munkálatok már ebben az évben megkezdődnek. Ennek a létesítménynek a tüzelőanyag ellátását döntően hazai szénből tervezzük. 60%-ban külfejtési szén fogja pótolni, a hiányzó 40%-ot importszén formájában fogjuk beszerezni. Ennek a programnak a keretén belül kerül megnyitásra a nagybányaréti völgyben az új külszíni fejtés. A külfejtés, a meddőszállítás Pécsbányatelepet és körzetét közvetlenül nem érinti. A tüzelőanyag szállítására a külfejtés és a Széchenyiaknak között új útszakasz épül, a lakóépületek és a kórház kikerülésével. A bánya feltárása a jövő évben kezdődik. A tervek szerint 400 kilotonna szenet bányásznak majd évente.
E munkálatokkal együtt tovább folyik a meglévő külfejtés helyreállítása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. A Karolina külfejtést 2001-ben hagyja fel teljes egészében a Pécsi Erőmű RT. Ez a terv az év további részében komoly lakossági tiltakozást váltott ki. A ma délutánra szervezett lakossági fórumon, amely 17 órakor kezdődött, már nem volt szabad hely. A téma az volt, hogy az erőmű 2002-ig egy új környezetkímélő fűtési blokkot szeretne üzembe helyezni. A tüzelőanyag ellátást a nagybányaréti külszíni fejtő biztosítaná. A szállítás biztosítására a külfejtés és a Széchenyi akna közt új útszakasz épül, illetve épülne, mivel ez még korán sem biztos. Dr. Kamarás Béla az Erőmű RT részéről a beruházás környezetbarát voltát bizonygatta. Arra a kérdésre, hogy a szállítási útvonal mennyire sérti az ott lakók érdekét, a következő választ kaptuk. Valójában elkészült ennek a bányaításnak a műszaki tervei. A környezetvédelmi hatástanulmánya az most készült el. Nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a kérdéseket a lakossággal egyeztessük, és közösen válasszuk ki a legmegfelelőbb megoldást. Mit szólnak az érintett területek önkormányzati képviselői? Pécsbánya túl van már egy lakossági fórumon. A gond nem a külszíni fejtés folytatásával van, hiszen azt a lakosság 2001-ig elfogadta. Hőerőmű két alternatívát dolgozott ki. Az egyik a lakosságnak a beleegyezése szükséges ahhoz, hogy a meddőszállítási útvonalat úgy alakítják ki, hogy egy sűjesztett útvonalon szállítanák. Ez viszont azt jelenti, hogy ingatlanokat kellene megvásárolni a Hőerőmű RT-nek. A másik útvonal pedig az erdőn keresztül az északi részen menne, ahol viszont én úgy érzem, hogy azt az utat, ha meg is építik, maximum 5-6 évig fogják használni, és utána pedig ez veszendőbe megy. Helbrich Ferenc szerint a sűjesztett útvonal megvalósítása jobb lenne a későbbi használhatóság szempontjából, ám az erőmű még nem döntött. A Simonovics Ferenc által képviselt második választókerület a leginkább érdekelt a beruházás kapcsán, hiszen a bánya ezen a területen nyílna meg, és a szállítási útvonal is érinteni a lakosságot. Ez a lakosság már 40 éven keresztül elviselte a Palahányónak a nehézségeit, 20 évig a szeméttelepnek a gondjait, és mellette annyira terhelt az útvonal is, hogy végül is a lakosság fél attól, hogy mivel 800 autó megy itt óránként pillanatnyilag is, és itt pedig 7 percenként menne egy 23 tonnás autó, mi tudjuk azt, hogy mi az, hogy bányakár, mert ezek a házak nagy része alámível területen vannak, bányakáros területek, és félő az, hogy újra harcot kell vívni majd azért, hogy ezeknek az embereknek a telkei, meg egyéb ilyen gondjai hogy fognak megoldódni, amikor itt megindul a szállítás. A képviselő elmondta, igaz, hogy 580 munkahelyet biztosítana a külszíni fejtés, ám az energiahaszonból csak korlátozottan részesülnének. A lakosság most végül is nem azzal törődik, hogy itt hány embernek nem lesz munkája, mert hogyha belegondolok, akkor 40 milliárd forintos beruházás is lesz. Az külön munkát biztosítana majd, amikor az erőmű beindulna. Itt a lakosságnak egyetlen egy szempont az a gondja, hogy próbálják a szenet továbbra is a vasúton szállítani, és majd valahogyan esetleg a napszinti fejtés nyitásával valami kompromisszumos megoldást talán tudnak találni. A harmadik számú választókerület képviselője Traj Ferenc elmondta, korán sem biztos, hogy az erőmű elképzelései megvalósulnak. Az önkormányzat ugyanis elvi hozzájárulását adta csak az erőmű pályázatához, akinek a kész koncepciót szeptember közepéig kell benyújtani a város felé. A szállítás útvonalát szeretnék a vasútról átvinni közútra, zárt gépkocsikkal, mert a bányavasútnak a felújítása nagy költséget jelentene. Azon kívül átrakókat kell kialakítani, amit ha a gépkocsival szállítják, akkor közvetlen megy. Tehát ezek mind csak elképzelések, amihez, hát mondom, az a nem valószínű, hogy a pályázatot meg is nyeri a hőerőmű, de hát a másik dolog, hogy a lakosságnak az ellenállásán is bukhat ez a dolog. A lakosság pedig elszánt. Mint ahogyan azt Harka Győző lakóközösségi képviselő elmondta, az erőmű terveit csak 15-20 napja ismerik, de ez alapján úgy véli, közvetlen életterüket fenyegeti veszély. Ez nem tetszik nekünk, hogy őszinte legyek, és egy nagy lakóközösségnek, mert 3 napot 1200 aláírással jelezte, hogy, és beadványt írt az önkormányzatnak, hogy itt valamit tenni kell. Nem nagyon beszéltek erről, mindig csak ilyen rébuszokról volt szó valamikor, hogy itt esetleg egy bánya nyílik.
és a Pécs Extrában július 2-án jelent meg egy hirdetmény. Na most amire ezt mindenki körülbelül megemésztette, és valahogyan elért egy pár olyan ember, ez, aki aktivizálni is tudja magát, ekkor körülbelül már július 15-e volt. Ez a tervezett külfejtési bánya, ez 100-150-200 méterre lenne lakott területektől, egyrészt a belterületre is átnyúlna, illetve kórházhoz is nagyon közel 100 méterre lenne. A külfejtés 70 hektár erdő kiirtását jelenteni. Ezt az erdőt, mivel az erdészet nem tudja, nem akarja hasznosítani, és nagyon jókorú erdő, nem termelnék ki soha, ez jóléti erdőként van minősítve. Tehát ez örökké itt állna. Ha ezt innen egyszer kipusztítják, ezt az erdőt soha többet nem nő ott a helyén semmi. Ültethetünk oda bármit, ezt biológusként mondhatom nyugodtan. Úgy gondolom, hogy egy Európa felé tartó városban, bent a városban, illetve ilyen közel a városhoz nem külszíni bányákat kellene nyitni, hanem vigyázni kellene arra, amit a természet adott neki. A május az országgyűlési választások jegyében telt. Az eseményeket élőadásban közvetítettük, így elsőként mutathattuk be a három pécsi egyéni választókerület győzteseit. Fölszállt a füst, megvan mindhárom pécsi egyéni választókerületnek a győztese, mégpedig az adatok 100%-os feldolgozottságnál, képviselőasszonyok és képviselő úr, gratulálok. Én azt gondolom, hogy még mielőtt a nagyon nehéz kérdésekre terelnénk a szót, amelyeket nem biztos, hogy ma este kellene kiveséznünk, azért valami személyeset hadd mondjanak el. Nem akarom egészen azt kérdezni, hogy hogyan érzik magukat, de valóban mennyire számítottak a lelkük mélyén biztosan erre a győzelemre, Mikes Éva? Hát természetesen ilyen győzelemre biztosan nem lehet számítani. Az én helyzetemet nehezítette az, hogy a Fidesznek a megyei listáját is vezetem, hiszen már az első fordulóban kiderült, hogy a listáról mandátumon van. Ilyen esetben az ember nem megkönnyebbül, hanem rendkívüli módon úgy érzi, hogy hatalmas nyomás nehezedik rá, hiszen megkívántatik az, hogy még erősebben és még keményebben dolgozik azért, hogy esetleg egyéni mandátumhoz jusson. Nagyon örülök, hogy ez sikerült, annál is inkább, mivel én második helyről fordultam, tehát az első fordulóban igaz, hogy nagyon kis különbséggel, de Mexner András nyerte az első fordulót, és innen nyerni egyrészt meglepetés volt, másrészt öröm. Szili Katalinőn egy nehéz drámának a utolsó percei utáni utolsó pillanatokban van. Megkönnyebbült? Én azt gondolom, hogy igen, és jó estét kívánok a kedves nézőknek. Valóban minimális volt első körben is a különbség jelöltársam is köztem. Ez a minimális különbség még szorosabb lett most a második fordulóban, de én szeretném megköszönni mindazoknak a választópolgároknak, akik rám adták a voksukat, azt, hogy támogattak abban, hogy a következő 4 évben is Baranya 2. számú választókörzetének az egyéni körzetben megválasztott képviselője lehessek. Mennyi volt egészen pontosan ez a különbség? 0,44%. Ami szavazóban? Hát ez szavazóban, ha jól tudom, 125 körül volt, de én úgy gondolom, hogy innen szép nyerni. Toller László, önnek nagyobb volt a szavazat különbsége. Izgalmas volt ettől függetlenül a mai nap? Izgalmas volt az a mai nap, és tisztelettel köszöntöm Pécs város lakosságát, aki még nézi ezt az adást. És azért volt izgalmas ez a mai nap, hisz szétlövés történt ugye a két párt között. Gyakorlatilag Pécs városában két-két jelölt, mint a megyé a másik is, két-két jelölt érkezett meg. És hát ilyenkor azért elég kiszámíthatatlanak a folyamatok, hogyha az ember nem tud maga mögött mondjuk egy első fordulós jó eredmény. Én 10% előnnyel fordultam az első fordulóban, és azért volt az emberben félsz és aggodalom, hogy hát itt szétlövés esetén akkor mi a történet vége. 7%-os előnnyel nyertem ezt a fordulót, és külön öröm számomra, hogy volt olyan szavazókör, vagy több olyan szavazókör volt, ahol nem nyertem az első fordulóba, és a másodikat nem nyertem. Egy szám magam, és hát az egy másik 6 párt küzdött ellenem itt a második fordulóban, nem volt semmi. Idén végre megoldódott a Papnövelde utcai általános iskola és diákotthon elhelyezésének ügye. Az egyház által visszaigényelt épülettől a gyerekek egy vidám gyereknappal búcsúztak. Az új tanévet már az 506-os szakközépiskola épületében kezdték. A közel 500 gyerek és a további 200 itt dolgozó felnőtt gyereknapi majálisához már az iskola falei is szűkösnek bizonyultak. Ezért harmadik éve a Rózsakerttel közös a mulatság helyszíne.
Alig egy hónapja van vissza az általános iskolának és a diákotthonnak arra, hogy minden dobozba tegyenek, összecsomagoljanak és kiköltözzenek a Papnövelde utcai épület együttesből. De úgy tűnt, ez azért nem vette el a már hetek óta a mulatságra készülő gyerekek kedvét. A gyereknap az most feletteti azt, hogy csomagolnunk kell, hogy elhagyjuk az iskolát, de már az udvaron is és az osztályokban is látszik annak a nyoma, hogy sajnos el kell mennünk, sajnos hála Istennek, mert ez az iskola igazán nem alkalmas a mi gyerekeink nevelésére, és reméljük, hogy ha készen lesz az új iskolánk, akkor ott már olyan körülmények között tudjuk a gyerekeket oktatni és nevelni, amire ők rá is szorulnak, és szükség is van rá. Július 2-án a nyári szünet előtti utolsó közgyűlésen fontos személyi döntés született. Pécs megyei jogú város jegyzőjévé dr. Pap Juditot választották, aki a közgyűlés előtt ünnepélyesen letette a hivatali esküt. Az önkormányzati munka az ön életében nem új keletű, hiszen eddig is a testület keretein belül működött, csak másfajta minőségben. Így igaz, az önkormányzati irodát vezettem, illetve már korábban a titkárság vezetője voltam a még VB hivatali koromban, illetve hát 1982-ben léptem át az akkori hatósági iroda küszöbét, és lettem jámügyi előadó. Az emberek mindig kíváncsiak a kulisszatitkokra. Ön tudta, hogy hány másik pályázóval kell megmérkőznie? Igen, tudtam. Végül is nyílt titok volt. Rajtam kívül két belső pályázó volt és két külső pályázó. Öten pályáztunk erre a posztra. A döntésnél kiderült-e, hogy milyen érvek szóltak az ön személye mellett? Megmondom őszintén, nem tudom. Zárt ülésen tárgyalta a testület, és nem vettem részt természetesen érintettségemet illetően a zárt ülésen. Akkor talán arra kérem, hogy a nézők számára is vázolja egy pár pontban, hogy mit tekintett ön a pályázatában a legfontosabb teendőknek a közeljövőben. Egy szakmai programot nyújtottunk be a pályázatkor. Több pontban írtam le elképzeléseimet, főleg a hivatal szervezeti felépítésére vonatkozóan. Ezer irodákat, amelyek most vannak, végül is megtartva, de mégis bizonyos funkciókat kiemelve belőle, polgármesteri jegyzői hatás közvetlen hatáskörbe vonva, és főleg a közeljövőben megalakuló okmányirodának a szerepét szerettem volna hangsúlyozni ebben a pályázatban. Természetesen voltak általánosnak tartott elvek, amelyeket leírtam. Például értem ez alatt a köztisztviselő pártsemlegességét, egy etikai kódex szükségességét és más egyebeket. Próbáltam úgy mindent őszintén, tehát nem kertelve leírni, hogy konkrétan lássák az elképzeléseit azok, akiknek dönteni kell a felől, hogy ki lesz Pécsváros jegyzője. A nyári szünetet követően augusztus végén indult újra a munka. Pécs ünnepnapján, szeptember 1-én a képviselőtestület ünnepi ülésén kitüntetéseket adtak át. A pécsi közgyűlés 1991-ben döntött úgy, hogy szeptember 1-jét az első magyar egyetem alapításának évfordulóját a város hivatalos ünnepnapjává nyilvánítja. A Pécsi Nemzeti Színházban megrendezett ünnepi közgyűlésen dr. Páva Zsolt köszöntötte a pécsi polgárokat, s leköszönő polgármesterként értékelte az elmúlt 4 év eredményeit, hibáit is. A mai ünnepi közgyűlés egyébként is különös jelentőségű, hiszen Pécs megyeváros önkormányzatának közgyűlése jelenleg összetételében utolsó alkalommal tartja hivatalos ünnepi ülését. Megkezdődött az önkormányzati választás kampányidőszaka, ez a mai testületi ülésünk az utolsó, amikor emelkedett hangulatban a város ünnepéhez méltóan ünnepeljük városunkat. Pécs városát, ami az otthonunk, és amiért így vagy úgy, de valamennyien szeretnénk valami jót tenni, és amely a költő az imént Csorba Győző öcsvadásan megfogalmazta, nekem a város mindörökre. A város csupa nagybetűvel. Az ünnepi közgyűlésen kerültek átadásra a Pro Civitate, Pro Communitate kitüntetések, a Városháza emlékérmek, a különböző szakmai díjak és sport kitüntetések. Különösen nagy taps köszöntötte a város immár 8. díszpolgárát, dr. Jobst Kázmér nyugdíjas egyetemi tanárt, aki valamennyi kitüntetett nevében köszönte meg az elismerést, és a város jövője szempontjából az összefogás és az oktatás fontosságát hangsúlyozta, mert, mint mondta, a tudás a jövő évezredben döntő jelentőségű. Hiszek abba, hogy ez meg fog valósulni, és akkor a Pécs városa vissza fogja kapni azt a rangját, nem nehézipara lesz, hanem egy szellemi központ, egy szellemi termelő központtá alakul át, és ebben a csodálatos történelmi millióban
biztos vagyok, hogy rövid időn belül a vidéki városok közt az első helyre kerülhet. Ezt szeretném és ezt kívánom. A szeptember 10-i közgyűlés legnagyobb vitát kiváltó döntése a leendő Safari Park helyének kiválasztása volt. Mint ismeretes, a közgyűlés korábban kötelezettséget vállalt arra, hogy a terület szűkössége és környezetvédelmi szempontok miatt a Tettyei vízbázis védelmének érdekében minél előbb kitelepíti a mecseki állatkertet. A téma végső soron már közel 20 éve napirenden van, most a megvalósításhoz is közelebb kerültünk. A szakmai vizsgálatokra épülő javaslat a kőkényi területet javasolta a leendő Safari Park helyéül. A még 1994-ben megválasztott leköszönő képviselőtestület október 1-én tartotta záró közgyűlését. Az ünnepségen felavatták a Városháza bejáratánál elhelyezett zsolnai óradíszkutat, majd dr. Páva Zsolt polgármester valamennyi képviselőnek átadta az önkormányzat 94-98 évi helyzetértékeléséről szóló kiadványt, melyel megköszönte az elmúlt 4 év munkáját. Ezt követően pro communitate és pro civitate kitüntetéseket adott át a város életében nagy szerepet játszó gazdasági társaságoknak. A következő hetek az önkormányzati választásokra való készülődés jegyében teltek. A Pécs TV élő választási műsorában nyilatkozott először városunk polgármestere, dr. Toller László. Amikor legutóbb ebben a körben ültünk, akkor még tele voltunk várakozással, most lassan eldőlni látszik a végeredmény. Kedves Toller László, erre számított? Félszel és nagy reménnyel vártunk ennek a választásnak, hiszen Pécset jó eredményt értünk el a májusi választásokon. Ugyanakkor tudtuk azt, hogy nagyon erős politikai ellenfeleink vannak, és egyre inkább egy kétpólusúvá váló választási rendszerben nem kis küzdelembe tellett, azt hiszem, hogy megfelelő eredményt érjünk el. Nagyon köszönöm a pécsi választópolgároknak azt, hogy akik elmentek szavazni, többségében megbíztak bennünk és bennem, és azt hiszem, hogy nyílt titok az, hogy mit szeretnék megvalósítani a városban. Nekünk nem változott péntek délután óta véleményünk ebben a tekintetben. A hivatalos végeredmény megszülette, és a mandátumok elosztása után október 29-én került sor a testület alakuló közgyűlésére. A pécsi helyi és kisebbségi önkormányzatok alakuló ülésén Petrovics Béla, a testület korelnöke köszöntötte az egybegyűlt képviselőket, pártvezetőket, a hivatali apparátus tagjait, intézményvezetőket és a sajtóképviselőit. Dr. Novák Zoltán a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója után esküdtett a helyi képviselőtestület 45 és a 7 kisebbségi önkormányzat 35 tagja. A bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német és a szerb kisebbségi képviselők anyanyelvükön is elmondták az eskü szövegét, a cigány önkormányzat képviselői viszont nem éltek ezen alkotmányos jogukkal. A választási bizottság elnöke összesen 80 képviselőnek adta át a megbízó levelet, mely a következő 4 évre szól. Ezután dr. Toller László is letette a polgármesteri esküt és átvette mandátumát, majd dr. Páva Zsolttól a polgármesteri láncot. A megalakult testület első szavazása a polgármester illetményének megállapításáról szól. Ezt a pótlék nélküli miniszteri illetmény 90%-ában 205 ezer forintban állapították meg, ennek azonban csupán a fele illeti meg őt mindaddig, amíg parlamenti képviselő. Az alakuló ülésen 5 frakció megalakulását jelentették be a képviselők. A Fidesz Magyar Polgári Párt 8 fővel alakít frakciót, s szoros együttműködést tervez további 8 képviselővel a polgári összefogás tagjaival. A Független Kisgazdapárt 4 fővel, a Szocialista Párt 18, a MIÉP KDNP 4, a Civil Koalíció 3 fős frakciót alakít a testületen belül. Dr. Toller László, dr. Újvári Jenőt, Papp Bélát és Kerényi Jánost javasolta az alpolgármesteri tisztség betöltésére. A Fidesz Magyar Polgári Párt, valamint a MIÉP KDNP frakciója nem értett egyet a javaslattal. Fenntartásaik vannak a koalíciós megállapodásokkal kapcsolatban, melyek szerintük nem tükrözik a választási eredményeket. Az alpolgármesterek választása titkos szavazással történt. Mindhárom jelölt megkapta a minősített többséget. Dr. Újvári Jenő 26, Kerényi János és Papp Béla 25 támogató szavazatot kapott.
Dr. Újvári Jenő a humánpolitika, szellemi szféra, tudomány, kultúra, egészségügy és a szociális szféra területén tevékenykedik. Pap Béla feladatköréhez a városfejlesztés, infrastruktúra fejlesztése, a gazdaság területén pedig elsősorban az ipar tartozik. Kerényi János a gazdaságon belül a kereskedelmi és szolgáltatói szféra, az idegenforgalom működtetéséért és fejlesztéséért felelős, s feladatához tartozik a város informatikai rendszerének alakítása. A testület mindhárom alpolgármester illetményét 200 000 forintban állapította meg. Az alakuló ülés óta 4 közgyűlést tartott az új testület. Megválasztották az állandó bizottságok elnökeit és tagjait, támogatási és felújítási ügyekben határoztak, döntöttek számos januári áremelésről, és elfogadták a jövő évi költségvetés koncepcióját. Egy rövid ünnepi pihenő után januárban újraindul a munka. 1999-re a pécsi képviselőtestület tagjainak és a város minden lakójának azt kívánjuk, hogy sikerüljön mindaz, amit elterveztek. Boldog új esztendőt!